Köszöntöm kedves nézőinket, az Egészség mentén című magazin műsorunkat látják. Itt vagyunk a Széchenyi fürdőben, ahol dr. Szent Iványi Csillával beszélgetünk a gyógyvizek jótékony hatásairól. Mai adásunkban megtudhatják, hogy milyen fürdőgyógyászati ellátások, milyen egészségügyi problémákon segíthetnek, illetve miért érdemes csupán a kikapcsolódás érdekében is ellátogatni egy-egy fürdőbe. Tartsanak velünk! A termálvizes fürdőzés a legősibb természetes terápiás és egészségmegőrző módszerek közé tartozik, aminek már a római korban felismerték gyógyító erejét. Azt kell tudni, hogy a gyógyvizek 30 fok felett és 1000 mg pro liter ásványanyag tartalom felett termális ásványvizeknek nevezhetőek. Magyarország ebből a szempontból nagyon szerencsés terület, mert például a Széchenynek a gyógyvize több mint 70 fokos, és 1800 mg pro liter az ásványanyag tartalma, tehát majdnem a duplája a minimálisan elvárhatónak, ami azt jelenti, hogy nagyon komoly az egészségre és a szervezetre gyakorolt hatása. Ezeknek a vizeknek kémiai hatása mellett kihasználhatjuk fizikai és termális hatását is a terápiák szempontjából. A hőfoka nagyon nem mindegy, abból a szempontból, hogy a szervezetre hogyan hatnak ezek a vizek, tehát hogy milyen meleg, milyen hideg ez a víz, ez különböző érreakciókat vált ki. Fizikai hatások közül még fontos az, hogy a víznek van egy felhajtó ereje és van egy hidrosztatikus nyomása, amit szintén kihasználunk a terápiák kapcsán. Ezt több kezelésnél igénybe lehet venni. A gyógyvizek jótékony hatását számos terápia során alkalmazzák, többek között gyógytornászok, vagy az ortopédia és reumatológia területén dolgozó orvosok, szakemberek. Az egyik legismertebb gyógyvizes kezelés egy magyar találmány, a dr. Moll Károly nevéhez köthető súlyfürdő, ami elsősorban porckorongbetegségekre, ízületi problémákra lehet megoldás, mint a csípő és térdkopás. Itt leginkább is a víz felhajtó erejét használjuk ki, ami azt jelenti, hogy a testsúlynak a 90%-át le tudja venni a víz, és akkor a maradék 10%-kal egészen más fizikai környezetben tudjuk a különböző ízületeket, a gerinc ízületeit, vagy a csípőtérd ízületeket kezelni, húzni különösebb terhelés nélkül, tehát csak az előnyeit használjuk ki ennek a terápiás lehetőségnek. Aztán a hidrosztatikus nyomás, az pedig ugye kívülről nyomja a bőrt, a testet, a szervezetet, ez pedig nagyon jól segít az érreakciókon keresztül a mindenféle gyulladásos és egyéb pangásos ödémáknak a kiürítésében, tehát a vesére is hat, ezáltal a diurézist segíti, javítja. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos hatása a vizeknek és általában a termális ásványvizeknek. Azt tudni kell, hogy erre vannak ma már evidenciák, hogy a termális ásványvízben való fürdézés egészen másképp, szignifikánsan erősebben hat a szervezetre, mint mondjuk ugyanez egy melegített csapvízben történne. Úgyhogy az ásványi anyagoknak az összetétele, a makro és a mikroelemeknek az összetétele és ezek aránya nagyon jelentősen befolyásolják a szervezetre gyakorolt hatást. Nem is annyira az a lényeg, hogy pontosan melyik elemből mennyi van, hanem az, hogy van vagy nincs. Kipróbálhatunk még egyéb gyógyvizes kúrákat is, mint a szénsavas fürdő, ami a keringési rendszert, a vegetatív idegrendszert egyensúlyozza. De további lehetőségek is rendelkezésünkre állnak a Széchenyi fürdőben. Tangentor, ami egy víz alatti sugármasszázs, tehát ott is a víznek több fizikai előnyét is kihasználjuk. Aztán az iszap kezelést igénybe lehet venni, ami ugye a kolopi gyógyiszap, amiben megint rengeteg ásványanyag van, és nagyon jól segíti az ízületek és az izmok működését. Masszázs, száraz és a víz alatti gyógytorna, és akkor a végül, de nem utolsó sorban az elektroterápiás kezelések, a különböző frekvenciás, kis és középfrekvenciás elektromos kezelések leginkább, de van mágnesterápiás készülékünk, TENS készülékünk, ultrahang készülékünk, ultrahanggal gyógyszert is be lehet vinni, tehát itt is nagyon sok a lehetőség arra, hogy az ízületeket célzottan tudjuk kezelni.
A gyógyfürdői ellátások tehát elsősorban különböző mozgásszervi megbetegedések esetén lehetnek hasznosak a páciensek részére. A leggyakoribb a kopásos ízületi megbetegedések, amit oszteoartrózisnak vagy oszteoartritisnek nevezünk. Az oszteoporózis, tehát a csontritkulás, a különböző izombetegségek, izomgörcsös állapotok, tehát lágyrészreumatizmus, különböző gyulladásos betegségek, szeropozitív, szeronegatív, amit régen Bechterev-kornak hívtak, ma már spondilitis ankilopoetikának hívjuk, vagy a szeropozitívak közül a reumatoid artritis, bármilyen gyulladásos, tehát autoimmun gyulladásos betegeket is lehet kezelni, ami nagyon fontos, hogy nem az akut szakban, tehát nem egy lobogó gyulladtizület az, ami kezelhető, hanem a szubakut, tehát ilyen félheveny vagy krónikus szakban javasolt ezeknek a betegeknek az ízületeit kezelni. Általában ezek az egészségügyi problémák az idősebb korosztálynál fordulnak elő, azonban a cukorbetegség, a köszvény és különböző belgyógyászati problémák gyorsíthatják a degeneratív elváltozások kialakulását, továbbá a mozgásszegény életmód és a túlsúly is vezethet hasonló betegségekhez. A mai nyugati típusú életvitel mellett, hogy egész nap ülünk, számítógép előtt ülünk, egyre fiatalabb betegeket is érintenek, a porckorongbetegségek, a nyak és a hátnak az elváltozásai, az izomgörcsös állapotok, a vállak begyulladása, a könyök begyulladása, tehát minden korosztály előfordul. Mondjuk arról nem beszélve, ha van egy baleset, vagy egy műtét utáni posztoperatív rehabilitáció, az teljesen független a korosztálytól. Kisgyermekeknek nem ajánlottak a meleg és tömény gyógyvizek, azonban 20 percnél többet senkinek sem érdemes egyszerre a medencében tölteni, hiszen egy felnőtt szervezetét is megterhelheti a termálvíz. Erre azért érdemes figyelni, mert van egy úgynevezett fürdőreakció, ami ugyan egy ártalmatlan jelenség, de átmenetileg igen kellemetlenül érezheti magát a beteg. Akár hőemelkedése lehet, nagyon fáradt lehet, laboreltérések is megfigyelhetőek, hogy vérképeltolódás van, tehát hogy nagyon komolyan befolyásolja a szervezet működését. Kicsi gyerekeknek azért a meleg termális gyógyvizek nem javasoltak. Érdemes továbbá arra is fokozottan ügyelni, hogy például napozás vagy szaunázás után sem menjünk bele a meleg vízbe. Arra oda kell figyelni, hogy felhevő testre nem megyünk bele egy melegvizes gyógyvízbe, azért erre érdemes, főleg akinek a vérnyomásával vagy a cukrával probléma van, vagy ne adj Isten olyan idegrendszeri betegsége van, mondjuk epilepsziás, ott azért különösen oda kell figyelni. És még egy fontos dolog, hogy a daganatos betegeknek ezek nem javasoltak, csak akkor, hogyha kontrolláltan tumormentesek. A betegeknek különböző mértékben és ütemben segítenek a fürdőgyógyászati kezelések, azonban a gyógyulási arány nagyon jó, mondta el dr. Szent Iványi Csilla. Látható és mérhető egy-egy ízületnek a mozgástartomány javulása, vagy az izomgörcsöknek az oldódása, de az, hogy egy beteg hogy éli meg, vagy mennyire rossz állapotban került be, tehát hogy honnan indulunk, nyilván ez befolyásolja a gyógyulási rátát és az eredményeket. De azt gondolom, hogy mindenkin segít. Van, akit egy kicsit igénybe vesz, ahogy mondtam, ez a fürdőreakció, tehát hogy ilyen sokkal fáradtabb lesz, azért szoktam javasolni, hogy a 4 órás kezelések közben is, és egyébként a kúra ideje alatt minél többet javasolt pihenni. Egyénre szabva a problémától függően a betegeknek száraz gyógytornára is lehetőségük van, például baleset utáni rehabilitáció érdekében. Azonban a víz alatt könnyebben elvégezhető egy-egy mozdulat. A betegek csoportosítva vannak különböző betegség szerint, és arra fektetik a hangsúlyt, hogy mondjuk egy gerinctorna, egy váltorna. Tehát a gyógytorna az gyakorlatilag ugyanazokat a mozdulatsorokat végzi a beteggel, mint mondjuk szárazon. De a víznek a felhajtó ereje, és amiről már beszéltünk, a jótékony ízületek mozgását segítő
hatása nagyon megkönnyíti a vízben való mozgást, és nagyon leveszi a terhelést az izületekről és az izmokról. Tehát sokkal könnyebben tudnak a betegek mozogni, bármilyen idősebb, vagy beteg, kopásos beteg, vagy akár, amit nem említettem még, a posztoperatív, tehát protézis utáni, vagy gerincműtött, porckorongsérves betegeknek is, vagy egy hemiparézis, tehát egy idegrendszeri lebénulás utáni állapotban rehabilitációs célú kezeléseket vízben sokkal könnyebb igénybe venni, mint szárazon. A gyógyfürdői ellátások egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, azonban sokan még mindig nem élnek az erre irányuló támogatással. Ez Magyarországon az egészségpénztár támogatásával egy úgynevezett co-payment rendszerben vehető igénybe a betegek részére, ami azt jelenti, hogy általában 15 napos kúrák vannak, egy-egy nap 4 órát lehet itt a beteg, van egy pihenő ágya, hogy a kezelések között pihenni tudjon, és az a beteg részéről napi 2000 forintos térítést vesz igénybe, a másik részét az egészségpénztár támogatja, és ezt évente 2 alkalommal lehet igénybe venni. A beutalási rend pedig az, hogy a beteg a házi orvoshoz megy el egy beutalóért, a házi orvos ad egy beutalót a területileg illetékes, általában a reumatológushoz, de adhat ortopédhoz is, és ők kivizsgált állapotban küldik a beteget. Tehát ami nagyon fontos, hogy nekünk nincs diagnosztikus hátterünk, a betegnek aránylag friss röntgenlabor, kardiológiai véleményre van szüksége, annál is inkább, mert azért vannak súlyos belgyógyászati betegek is, tehát azt mindig kérjük, hogy a kivizsgált állapot mellett azért a beteg legyen egyensúlyban belgyógyászatilag, tehát egy inzulinos cukorbetegnek legyen beállítva a cukra, magas vérnyomásos betegnek legyen normál tartományban a vérnyomása, mert azért ezek a kezelések igénybe veszik a szervezetet. A gyógyvizes fürdőzés viszont nem csak a problémák kezelésére, hanem azok megelőzésére is jó módszer lehet, valamint kikapcsolódás céljából is érdemes ellátogatni termálvizes strandokra. Ezt mi primer prevenciónak hívjuk, tehát a fürdőzés, mint kultúra, az egy nagyon jó egészségmegőrző lehetőség, de a terápiás lehetőségek között is, amikor már ilyen szekunder-tercier prevencióról beszélünk, amikor már panaszok vannak. Hát zömében döntően mozgásszervi betegségekben használjuk az ásványvizek, termális ásványvizeknek a hatását, jótékony hatását, de mindenféle egyéb gyulladáshoz, tehát nőgyógyászati, urológiai betegségekben, bőrbetegségekben nagyon jól lehet használni, illetve hát nem csak kívülről, hanem belülről, tehát ivókúra formájában, és ott meg elsősorban az emésztőrendszer betegségei, epe, gyomorsav, túltengés, reflux, ilyen helyzetekben nagyon jól lehet ezeket a gyógyvizeket használni. Általánosságban a szöveti anyagcserére nagyon pozitívan hat a gyógyvíz, a víz maga és az ásványvíz is, tehát a különböző ionok, ahogy felszívódnak, hat a sejtek, szöveteknek az egészségi helyzetére, állapotára. Ha a sejtek szintjén az anyagcsere rendben van, akkor a szervek, szövetek is tökéletesen működnek, és azért valamilyen pici ellakadás szinte mindenkinél van, ha másért nem a fáradtság miatt, a túlterhelés miatt, az izmok görcsös állapota miatt, tehát már ezen a szinten is javítja a szöveti anyagcserét, a szöveti oxigenizációt, a víz és az ásványvíz. Úgyhogy ezáltal segíti a keringést, a veseműködést, a vegetatív idegrendszer kiegyensúlyozását, segíti az alvást, segíti az izmok működését, az izületek működését, tehát hogy egyszerűen egy ilyen nagyon pozitív, az egész szervezetre ható anyagcserejavító hatása van az ásványvíznek. Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Jövő héten újabb témával jelentkezünk, addig is vigyázzanak egészségükre! Viszontlátásra!